Oké, megyünk tovább. Egyik része lesz a YouTube-on, az a tizenvalahány perc, most folytatódik, mert a Mirapolison ugye volt egy kis hiba. Úgyhogy megyünk tovább ezekkel a új hírekkel. A Unitsky String technológiai mérnökei folyamatosan dolgoznak minden javításon, finomítanak, legtöbbet azon dolgoztak, hogy minél kényelmesebb legyen az utazás, és a hang, hogy ne legyen semmi hang. Bár aki ott volt a Marina Gorkában, az emlékszik, hogy csak egy kis zúgás lehetett hallani, pont olyan, mint az elektromos autó, és még az a nagy unibusz is, ami 48 személyes, ottan se nem hallatszott semmi. A Unicar az meg abszolút semmi nem. Jó, nem nagy sebesség, igaz, nem tudom milyen lesz az, ha 100-120-szal, de mivel ilyen kitűnő formája van, ez a szélellenság, akkor biztos, hogy nagyon kényelmes lesz az egész. Megyünk tovább. Volt egy képzés, amit oroszul és angolul megy, és ez a Alexei Suhodeje vezeti. Mindenki olyan, akik többet akarnak tudni erről a technológiáról, de jobban a technikával, hogy hogyan eladni, hogyan építeni nagy csoportot, és ők voltak nemrég az Egyesült Arab Emírségben, elmentek az expóra. A Natalia Ivanova, aki szintén tartja, ez egy profi tréner, aki tartja ezeket a konferenciákat. Én bevallom, hallgattam kétszer, csak nekem is ilyen szinten angolul nagyon nehéz megérteni, mert ha valamilyen ilyen tréner tartsa az előadást, akár magyarul is, azt tudjuk, hogy nagyon oda kell figyelni, és mindent megérteni. Ha ez egy másik nyelven van, oroszul, vagy oroszul is egy 50%-ot értek, mert sok hasonló szó van a horváttal, de nagyon nehéz megérteni ilyen profi előadásokat, és akkor egyszerűen nem tudtuk követni. Én rengeteg ilyen tréningen voltak, még annak időben még MVS-tem, ugye minden szinten, egész Gyémánt klubig és 15 évig, ugye tudom, hogy miről beszélnek, meg hogy működik az egész, de az nagyon fontos, hogy az ember jó ismerje azt a nyelvet, amit hallgat. Úgyhogy meglátogatták a expót is, és azt hiszem, hogy 2 vagy 3 napig voltak egy ilyen kiránduláson. A Step Up program, ez a kuponrendszer, ezt megint meghosszabbították ma éjfélig, úgyhogy ha valaki még tudja ezt, tehát használja ki. Nekem van egy 50%-os tulajdoni hányadi kupon, úgyhogy még van 17 nap, ki tudom használni. Amilyen csomagot vásárolunk, bent van a csomagvásárlásnál, akkor ottan kiírja, hogy 50 vagy plusz 100% tulajdoni hányadot ad a rendszer. Ez is egy fontos hír, hogy a Unitsky többször elmondta, hogy bármilyen ilyen próba kísérleti projekteket is építenek, de ez mellett egy valódi üzemet is tudnak kiépíteni. Ugye ezt már lehet mondani, hogy ezzel már átléptünk, de ez egy 2-3 hónappal előbb, ez nagyon fontos információ volt, hogy képesek egy teljes új üzemet kiépíteni, és később üzembe tartani. A
bejelentésről ezt meg fogjuk említeni még néhányszor, hogy hivatalosan bejelentette, hogy 4 olyan célprojekt van, amit már megkaptak valamelyiket az előleget is. Én satszolom a vietnámit, ami 50 millió dollár bent van a bankban, letétben erre a projektre, és ez a Kaunfakar Sharja, én szerintem erre is lehet, hogy kaptak már valamit. A másik, amit említettem az előbb, hogy egy elektromos autót legyártottak, elkészítették az alvázat, burkolatot, energiatárolókat és motorkereket. Úgyhogy ezzel kerestek 4,5 millió dollárt. Bocsánat. Úgyhogy 4,5 millió dollárt kerestek ezzel, és még ilyen projekteket csinálnak, még nem indul be teljesen ugye a célprojekt építkezés. És ez is egy nagyon jó döntés a Junickinak, mert kicsit kisegítette a céget, van rá kapacitás, úgyhogy megjegyz, nagyon jó lesz a cégnek, mert ezt is tudják mondani, mint példa, hogy ilyesmit is képesek megcsinálni. A sok delegáció, aki meglátogassa a sárgyai központot, tudjuk, hogy az európai befektetők is nek is be lett mutatva, akkor jöttek a svédországi, Franciaország, Németország, Belgium, Ausztria és még másik országból, tudom, hogy Szerbiából is voltak befektetők, úgyhogy ez folyamatosan működnek ezek a delegációk. A Mohamed Tahir Lahani, ő is meglátogatta, ez egy külön cégvezető, és a fiával volt, meglátogatták ezt a technológiát, úgyhogy akkor még másik üzletemberek is. Most legújabb hír a El Salvadorból érkeztek a delegáció. Ez egy kis ország, ottan Guatemala, Mexikótól ugye nem messze, Guatemala meg Honduras között, úgyhogy de olyan mennyi is van nekik. 6-7 millió lakosa, mint például Szerbia, úgyhogy beszéltek már többek között a következő útvonalakra, a nemzetközi reptérről, a Plaza Los Cocos Parking, akkor másik a repülőtérről, San Salvador városaig tartó szakaszra, ugye ez megvan már nekünk is a Zágráb és a zágrábi repülőtérre is, erről is beszélünk már ezekről a projektekről. Nem El Salvadorba volt hivatalos a bitcoin, hanem ott egy országba. Honduras, azt hiszem, hogy Hondurasba a hivatalos eszköz. Úgyhogy ezek mind ilyen spanyolul beszélnek ezekbe az országokba, és indián meg spanyol keverék ilyen népség lakik. Úgyhogy ezekbe az országokba most nagyon híres lesz a Skyway, mert nagyon elindultak a befektetések is, és tudjuk azt, hogy a Mexikó is egy ideig majdnem legsikeresebb volt a MLM üzletekbe, óriási üzleteket építettek ki, egyik leggazdagabb emberek is ottan MLM-be keresték meg a vagyonukat. Úgyhogy ez olyan országok, ahol sikeresen csinálják ezt a hálózati network marketinget,
remélem, hogy elindulnak. Csak egy-két jó vezető, és ottan is el lehet indulni. Megy tovább. Úgyhogy ezek a folyamatosan kapjuk hetente egy-kettő ilyen híreket, ezek a delegációk. Ez egy nagyon szuper hír. Legyártottak saját maguk egy olyan akkumulátort, ami 5-ször hatékonyabb, mint az elektromos járművek. 5000 töltési ciklust is képes ellenállni, és egy hagyományos autó körülbelül 1000 ciklust. Én emlékszem, hogy a laptopomat, amit vettem, azt hiszem, hogy 1200 ciklus, és 6 évig igazán tartott is, de ez egy kicsi is, nincs nagyon megterhelve. Ezek egy komoly akkumulátorok, úgyhogy ilyesmiket is csinálnak. Ha jól emlékszek, ebbe a cikkben még azt is írtak, hogy olyan 1000-1200 kilométert is át tudnak menni egy ilyen akkumulátorral. Ez nagyon fontos, mert ilyen hosszú városon kívüli projektekbe, akkor ha elmegy és a záron, vagy valami nincs rendben, akkor akkumulátorral tudnak menni. A másik az, hogy a Junicki egy előadásban egy-két évvel ezelőtt emlegette azt is, hogy olyan akkumulátorjuk lesz majd, hogy a 24 óra hosszat a városi ciklusba nem kell feltölteni. Úgyhogy erre is gondolnak, mert lehet, hogy ez könnyebb és olcsóbb, mint azt, hogy állandóan feszültségen legyen, mint például a villamos. Úgyhogy nem sokat tudok erről a technológiára, hogy mennyire fognak menni, de el van készítve mind a kettő. Úgyhogy vagy lehet, hogy csak azért csinálják, hogy ha elmegy az áram, akkor hogy ne álljon meg a forgalom. Lehet, hogy azért is, de mind a kettő lehet. Folyamatosan a fiatal csapatot, a Junicki 100 000 emberre tervez 10 éven belül, 100 projektbe, hogy 100 000 ember fog közvetlen vagy indirekt munkaviszonyba lenni a Junicki String technológiával. Megvannak a műkbizonylatok, minden biztonságra, TÜV-certifikát is, és ezt mind emírségben megkapták. Minden országban úgy fog működni, hogy előbb megkapják az első engedélyt, akkor mennek a másodikra, és folyamatosan, ahogy tervezik a projektet, és ahogy kezd épülni, úgy kérik a következő engedélyeket, és olyan 2-3 éven belül, még a nagyobb projektek is, mikor kész lesznek, addig meg lesznek a többi engedélyek is. A gyártási kapacitás, ugye sokan kérdezik, mi lesz most a Fehér Oroszországban, nem tudjuk, milyen az a politikai helyzet. Ők szerint 4 hónap kell, hogy elindítsanak egy új gyárt bárhol a világon, és 10 000 unibuszt is képesek legyártani. Úgyhogy erre is készülnek, ez is nagyon jó hír. A sárgyai központban 14 millió dollárt fektettek be, és most keresik a befektetőket, ez is mennek ennyi delegáció. A 20 kilométer tesztpályát kiépíteni, ami Abu Dhabitól indul Dubai fele. Végül az ilyen 100-120 kilométer lesz majd, és a Uniflash-a, ami a bemutató terembe ottan Sharjah-ba ki van állítva, és mindenki látjuk, hogy fényképezkednek, beülnek, és ez egy igazán nagyon szép látvány, emlékszünk, hogy Berlinbe ez mennyire oda vonzta, oda hívta az embereket. Eleinte 500 kilométerre, később megvan már ugye a design, hogy 600 kilométer sebességre is mehessen. Azt tudjuk, hogy Kínában, Shanghai-tól van egy útvonal, ami az a mágneses
vasút, ami óriási befektetés volt, és kiszámították, hogy soha nem térül vissza, de ilyen 450-470 kilométerrel megy az a vonat, drága is a jegy, nem, ez extra első osztályú jegyek, és nekünk egy ilyen projekt lesz, ami sokkal-sokkal kedvezőbb, és lehet, hogy már 4-5-6 év múlva visszatér, úgyhogy biztos, hogy vagyok benne, hogy lesznek befektetők. Nekem volna annyi pénzem, hogy biztos befektetnék, mert hiszek a Junickinak is, meg erre a technológiának. Minden olyan országgal és területen, akit érdekel, ők kapcsolatba vannak, és kezdik majd az egészet. Oleg Zarecki az jelentkezett nekünk, egy üzlettársa vele írogat, úgyhogy vannak itt Horvátországban néhány projekt, amiről elkezdtünk újból beszélni vele. Most nekünk az a feladat, hogy majd találjunk ilyen politikai támogatást is, érdeklődést a városba, az országba, hogy ott is legyen érdeklődés. Ezt tudom, hogy egy biztos több éves munka lesz, de lassan el kell kezdeni már reklámozni. A Hussein al-Mahmoudi, aki a Sharjah-i igazgató, ez nem csak a Skyway, hanem az egész Sharjah-nak, akik tervezik és szervezik ezt, tehát hogy minél több cég oda jusson, és ott legyen nekik a központ, mind innovációs cégek, akár 200 vagy még több is, egy olyan terület van. Azt tudjuk, hogy a UST-nek van a legnagyobb területe, 25 hektárnyi, a többinek ugye nem kell, mert nem kell ilyet építeni. A Junicki, amit kitervezett járműveket, azokat mindent megvalósított, mindegyikből van egy vagy több darab, és a 25-ös személyes Unicar, nem tudom mi lesz a neve, az is most épül. Már láttunk ugye néhány képeket, úgyhogy ebbe a gyárba, ami Minskben van, és egyelőre itt vannak a raktárak, meg itt van az irodaház, akkor itt van a Skyway Plaza, ami most UST Plaza, csak még nincs rá kép, és itt vannak a mérnökök, akik csinálják a tervezést, meg a kiszámítást ezekre a projektekre. Azt kell tudni, hogy egy projektet olyan 8-10 hónapig dolgoznak rajta, akár 400 ember is, mindent nagyon jó meg kell tervezni, és hogy pontosan milyen hőmérséklet van, honnan fúj a szél, milyen nedvesség van valahol a tengeren, a só és a levegőbe, például, mint a Dubajba, ott az is volt gond, akkor milyen föld van, vagy szikla, vagy mocsár, vagy homok, ez mind külön-külön lesznek tervezve. Ezért ők nem tudnak pontosan mondani egy árat, hogy mennyi lesz, most 3, vagy 5, vagy 15 millió dollár egy kilométer, de ez mindig bele van számítva, nem csak a pálya, hanem a járművek is, és olyan frekvencióval, például reggel 6-7-kor, mikor az emberek mennek a munkára, meg a iskolába a gyerekek, akkor nem tudom, 100 jármű megy egy projekten, és utána 9-től lehet, hogy délig csak 20, amilyen frekvenció van, hogy így majd szabályozzák. És ezt is mind a mesterséges intelligencia, amit tesztelnek, itt a Marina Gorka is, meg természetesen lehet látni már Sharjah-ba is, hogy folyamatosan nem csak tesztelik, hanem most már akik a delegáció, aki odajön, azoknak is odaadják, hogy irányítsák ezeket a járműveket, és látják, hogy mennyire egyszerű és ilyen automatizálva. Ez a legnagyobb előny, mert
ilyen járműveket sokan le tudnak gyártani, és rákapcsolják, és egy kábelekkel is húzzák, ugye? Ez meg egy teljesen intelligens jármű, aminek nincs sofőrje, és csak be kell ülni, és működik. Ugyanúgy, mint a teher, úgy a másmilyen szállításra is lehet használni, és na itt van a design, hogy hogy fog kinézni, ez már sok minden felépült. Ugye 2-3 évvel ezelőtt, mikor mi ott voltunk Sárgyába, akkor csak homok volt is alapok, de azóta már ez a terv, lehet mondani, hogy már 30-40% megvalósul, és ez folyamatosan még majd épülni is fog. Ez a kontakt, lehet ide írni, lehet felhívni őket, megvan a cím is, úgyhogy ha valaki arra jár, még nem kaptunk időpontot, nem is látom, hogy mennek a befektetők, még ezek se voltak, vagy legalább nem volt bejelentve. Az Alexei Suhodejeval, akik mentek most, hanem csak ezek a befektetők, meg ilyen delegációk, amik képviselik az országokat, ezek mennek oda. Úgyhogy lehet látni, hogy folyamatosan építik itten ezt a másik állomást. A legújabb információ, hogy májusra tervezik, hogy kész legyen ez a két pálya, 2x2,4 kilométer, ezt most onnan megtudtuk, hogy addig befejezik ezt is. És akkor ez a pálya mi megy tovább, egyik része majd a sárgyai kikötőre, a második része az meg megy majd a város a Dubajra. Biztos, hogy a repülőtérre is, meg tovább is. Osztalékról beszéltünk az elején, felteszem a YouTube-ot is akkor, hogy ne ismételjük most még egyszer. Ezek az állomások így fognak kinézni, egy nagy állomások, akkor kisebbek, és van olyan például, hogy 4 négyzetméter állomás lent, és fent, ahova beszállnak a utasok, ott a sokkal több hely van, és kényelmesen fel lehet menni lépcsővel is, vagy lifttel. Érdekes, ez ilyen zsúfolt városokban, mint Skopje, Belgrád, Budapest, ahol kevés hely van, ott is majd fel lehet építeni ezeket az állomásokat. Itt látjuk, hogy milyen kényelmes járműveket gyártottak le, úgyhogy nem szégyel egy sejk is beülni, ahol plusz 60 van kint, vagy mínusz 50, és bent meg plusz 20. Úgyhogy akkor az állomások, csak válaszoljak, a coinokról nincs most, az idén nem volt semmi új hír, még ezt, tehát szerintem a coinokat akkor fogják majd elindítani, mikor lesz a célprojekt, amit kell nekünk majd finanszírozásra, és akkor a coinokat arra. Én legalább így gondolom. A Vladimir Maszló, mikor válaszolt a coinra legutoljára, akkor azt mondta, hogy még mindig jobbá akarják tenni, és mikor ez kész lesz, akkor majd bemutatják. A Unicontot nem tudom, hogy mikor. A Unicontot a Sárgyában már bemutatták, és ottan mennek a tesztelések. Mikor májusban kész lesz ez a teherpálya, ugye egyik a teher, másik az utas, akkor ottan folyamatosan majd lehet tesztelni őket. Akkor van még a Neom város, meg ilyen hasonló
projektek, ahol a Junickinak a projektját, a lineáris városokat be lehet majd mutatni, és ez egy új dimenzió. A Vladimir Maslov múltkor erről is beszélt, hogy bárhol a világon ki tudják tervezni, és készek arra, hogy elindítsák a építkezést erre is. Úgyhogy szerintem lesz ma erre is érdeklődés. A lineáris városok az egy modern technológia építkezés, akár kisház, vagy nagy, nem csak családi ház, hanem nagy épületekre is, és ez nem olyan érzékeny, itten nem kell annyi olyan magas szintű biztonság, mint például utazást, olyan engedélyeket megkapni. Úgyhogy ez erre az engedély, építkezési engedély megfelel arra a biztonságra, sokkal könnyebben és gyorsabban meg fogják kapni. Visszatérve, a sárgyaiseik és a dubaiseik is nagyon támogassák, és ez nekünk egy nagyon nagy előny, hogy a legfontosabb embereknek is be lett jó mutatva, és tetszik nekik a projekt. Várjuk majd azt, hogy a következő projektet bemutassák a Junicki, hogy pontosan hol van, ezt megígérték, hogy el lesz készítve webirodába, meg lesznek majd erről minden információ, hogy hol van, milyen hosszú. Azt tudjuk, hogy aki, ha ezt valóban bejelenti, az biztos, hogy már egy-két héten belül ott lesznek az emberek, elmennek oda, fényképezik, mi nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretünk ilyesmit meglátni élőben, és itten vannak még a többi projektek. Azt megértsük a Junickit, hogy nem szabad neki mindent elmondani. Azt mondta, hogy két projektről olyan szerződés van, hogy azok, akiknek építik, azok fogják majd bemutatni, mert ők akarják a jó hírt bejelenteni. Ezt is megértsük, mert biztos, hogy egy meglepetés az mindig jó hangzik, és ezek a cégek, vagy ezek a befektetők, ők akarják ezt megjelentetni. Ahogy mindig is mondom, én örülök, hogy ilyen projektben vagyunk, és hogy így fognak kinézni majd a városok. A Dubai az egy nagyon új, modern város, ugye elkövetkező 20 évben épült fel, azelőtte egy-két épület volt, egy ilyen halászi kis falu volt, és most meg mindenki hallott a Dubairól. Ha nem előbb, de lehet, hogy még márciusban is, de áprilisban én mindenféleképpen tervezek kimenni, úgyhogy lesz majd mit fényképezni, videózni, és bemutatni ugye ezekről a projektekről. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, elnézést kérek ezek a technikai Mirapolis-i problémákról, teszem fel a YouTube-ra is, akkor meg lesz mindenkinek. Sziasztok, és szép hétvégét, viszontlátásra jövő héten!